Sziasztok! Itt vagyunk a legnagyobb magyar klasszikusok sorozattal, és sokan írtátok nekünk, hogy megnéznétek, hogy kell egy jó halászlevet csinálni. Ezt is fogjuk ma tenni. Én azt gondoltam, hogy megcsinálom nektek ma a szegedi verziót. Ugye van bajai, meg szegedi, meg ahány ház annyi szokás, igazából még régión belül is. Én megmutatom, hogy én hogy csinálnám a szegedit, úgyhogy vágjunk is bele! Mi alapanyagunk, az a ponty lesz. Mi csak ponyból fogjuk csinálni a levest, viszont ugye régióktól függ meg háztájtól, hogy ezt vegyesen csinálják, vagy nem. Mi csak pontyot fogunk használni. Megmutatom, hogy mit kell vele csinálni, hogy szétszedjük, és mit ne tegyünk bele, mit tegyünk bele. Ugye ez a szegedi verzió, ez a passzírozós verzió, úgyhogy ennek megfelelően fogjuk amúgy szétszedni a halat. Először is azzal kezdünk, hogy levágjuk a halnak az úszonyait. Mi nekünk ez már le van pikkelyezve, nyilván, hogyha nincs lepikkelyezve, ti lepikkelyezve, de célszerű így kérni. Először is a farokuszonynak a levágásával kezdjük. Utána egy erős olló segítségével levágom a hátuszonyt. Igazából az összes uszonyát le kell, hogy vágjuk. És levágjuk a hal fejét. Ugye kiszedjük a kopoltyúját, és itt található egy ilyen kis sárga csontszerűség, az a keserű fog, ezt is ki kell szednünk. A szemét is ki fogjuk szedni, félbevágjuk a fejét, ebbe van a sok zsír meg a kollagén, tehát ettől jó sűrű lesz majd a leves. Most patkóira fogjuk vágni a halat. Tehát tulajdonképpen a szegedi halászlé az egy erős halalaplé átpasszírozva, és amibe bele fogjuk majd főzni a hal húst, amit megeszünk. Mi kettő pontyot használtunk, amit úgy bontottam szét, hogy 6 kis húspatkót eltettem félre ide. Ezt fogjuk majd belefőzni a halalaplevünkbe, a többi alkatrész meg belekerült ebbe a lábasba. És erre ráöntöttem a megfelelő mennyiségű vizet. Tehát, hogyha van 3 kiló pontyotok, akkor 3 liter vizet tesztek hozzá. Igazából egy halászlébe nem kell sok minden, csak egy pár fűszer, meg zöldség, és igazából a technikán múlik, hogy mit hoztok ki belőle. Kezdjük el a hagyma összevágását. Annyit kell csinálni, hogy jó apróra összevágjátok, aztán mehet bele a lébe. Ehhez a mennyiséghez mi 3 nagy hagymát használunk. Vágni fogok még bele 2 darab paradicsomot. Vágok még bele egy nagy darab tévépaprikát. Kevés hegyes zöld csípős paprikát, nyilván attól függ, hogy mennyire csíp, mennyire szeretnétek csípősre. Én szeretem, hogyha egy halászlé csíp, úgyhogy én rakok bele bőven, meg még utána szárított csili paprikát is. Szárított csili paprikának meg a felét beletöröm. Nagyjából kész van az alaplevünk, annyi, hogy ezt most erősen zubogtatni fogjuk körülbelül 25-30 percig, viszont szerintem egy halászlé akkor az igazi, hogyha bográcsos. Mivel mi most benn vagyunk egy konyhába, és nincsen bográcsunk, ezért imitálni fogjuk a füstös ízt, teszünk bele egy kis füstölt sót, de vigyázzatok, hogy ne sózzátok túl, majd ma a végén tudjátok még sózni, de egy keveset azért már most tehettek. Meg fogjuk még borsozni. Ami még bele fog kerülni, az a fűszerpaprika, viszont az még nem most, hanem amikor már a hal feje meg a hal húsa kiengedte a zsírját, akkor fogjuk majd a tetejét megszórni. Ebből is fogunk tenni édes fűszerpaprikát és füstöltet, ezzel is imitálva egy picit a bográsos jelleget. Hogyha nektek nincsen füstölt sótok meg füstölt paprikátok, semmi gond, egy picit másabb lesz, de nyugodtan használjatok normális sót és fűszerpaprikát. És akkor jöjjön a zubogtatás. Sima édes fűszerpaprikából 4 evőkanalat, a füstöltből pedig 1 evőkanalat fogok tenni. És így folytatjuk tovább a forralást, amíg le nem telt a 25 perc. Tehát letelt az 25 perc összezubogtatásunk, és most következik a munka legnehezebb része. Legalábbis nekem iszonyatosan nehéz lesz, mivel nincsen passzírozóm, ezért kénytelen leszek egy ilyen szűrőn kézzel átpasszírozni mindent. Úgyhogy holnap találkozunk. Tehát a lényeg a következő, ki kell venni a halat, a zöldséget, mindent, és átpasszírozni a szűrőn. Ezt nem kell túlcifrázni, csak csinálni.
kemény munka, de ez van. Készen van a passzírozás, és ugye kész van a halallaplevünk, vagy halászlevünk, akkor fogjuk a kis halpatkóinkat befűszerezni sóval, borssal és fűszerpaprikával, amit majd később meg fogunk főzni ebbe a lébe. Miután állt a halunk a fűszerbe, azután belerakjuk a halászlevünkbe az összes halpatkót. Innentől kezdve már nem fogjuk zubogtatni a halászlevünket, csak enyhén forralni, tehát épp hogy bugyogjon, és körülbelül 8-10 perc alatt készre főzzük a halunkat, és utána kész is van a halászlevünk. Hát ez pikáns lett. De én szeretem a csípőset, ezért tettem is bele, nem sajnáltam. Írjátok meg, hogy ti esetleg mit csinálnátok másként, vagy ti verziótok az milyen. Szerintem ez egy kis korrekt, hagyományos halászlé. Iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, kövessetek minket Facebookon, töltsétek le az appunkat, aztán találkozunk legközelebb. A videót a Soproni Klasszikus támogatta.